nem tudtuk, hogy egyáltalán van közönségünk. A Talentométerig ezzel így nagyon nem voltunk tisztában, szerintem, hogy egyáltalán nekünk létezik olyan, hogy közönség, vagy akik így szeretik azt, amit mi csinálunk. Mert eddig tényleg így egymás közt csináltuk ezt az egészet. Voltak természetesen fellépések, meg hát azért mi próbálkoztunk, meg ilyenek, de ennyire nem nyilvánult ez meg, és ez nagyon meglepő volt. De a másik, amit én gondolok, hogy talán ez a stílus, ahogy megpróbáljuk megfogni ezt a zenét, tehát a népzenét és a, mondjuk a könnyű zenét csinálni együtt, az talán egy olyan egyedi stílusban sikerül, amit a közönség is szívesen fogad. Tehát, hogy szerintem nem erőlködünk. Tehát így azért csináljuk, mert szeretjük egymást, tök jó. Jól érezzük magunkat egymással. Tehát nem azt mondom, hogy egymásnál alszunk minden nap, meg elmegyünk túrázni együtt minden hétvégén, de amikor együtt vagyunk, akkor az tök jó. Igen, és akkor ez természetesen jön, meg poénkodunk ugyanúgy, mint más zenekarok, de ez valahogy így a zenében csúcsosul ki ez az egész dolog, szerintem. De nem szállni el tőle, csinálni tovább ugyanazt, amit elkezdtünk, nem ugyanazt, hanem sokkal jobban, sokkal profibban nyomatni a próbákat, a zenét, ezt a stílust finomítgatni, és így nem leragadni ennél. Szerintem merjék megvalósítani az ötleteiket. Ne féljenek attól, hogy bárki ebbe bele fog kötni, mert szerintem itt olyan hallgatófülekre fognak találni, akik megtalálják az értéket abban, amiben tényleg van. És merjenek nagyot álmodni. El akarnak vezeszteni, jó az Isten nem engedi. Jó az Isten nem engedi. Nem ettem én ma egy övet, kata. Babám adót, tetszem egy átkata. Azt hiszem, hogy ne deresztül, megélek szerető nélkül, kata. Ja Istenem, minek élet, kata. Szerintem kompromisszumokat kell kötni, az anélkül nincsen semmi, de rengeteget kell dolgozni, próbálni, összeülni. Tényleg az van, hogy nem lemenni a strandra, hogyha 7 ágra süt a nap, hanem bemenni a próbaterembe, mert ezt kell csinálni. De tényleg csak akkor, hogyha ez jön belülről. Irigyeim sokan vannak, mint a kutyák kutyugatnak. El akarnak veszeszteni, jó az Isten nem engedi, jó az Isten nem engedi. Köszönjük szépen!
Nagyon kell.